Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek, immáron túl vagyunk Szent Háromság vasárnapján is, ami a pünkösdőt követő vasárnap minden esztendőben, így igazi pünkösdi lélekkel, a Szent Lélekre is a Szent Háromságon belül komolyan gondolva hallgassuk meg az evangéliumot, és majd ennek egyében próbáljuk egy kicsit elemezni, mi is az, amit ebből tanulhatunk. Az Evangélium Szent Márk könyvéből van ezen a napon. Egyszer néhány farizeust és Herodes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok oda mentek hozzá és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy, nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbe csalni? Hozzatok ide egy dénát, hadd lássam. Erre azok oda egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez. Azok ezt felelték, a császáré. Jézus pedig így folytatta, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Ennyi a mai evangélium. Ha elhelyezkedtek kényelmesen, akárhol Dunántúlon, vagy éppenséggel Tiszántúlon, Dunatisza közén, Kisalföldön, Nagyalföldön, Kiskunságban, stb., akkor akkor próbáljuk összedugni a fejünket legalábbis lélekben. Mit is mond nekünk ez a mai evangélium? Mindenek előtt úgy érzem, arra érdemes odafigyelni, hogy hogyan tud Jézus reagálni egy ilyen provokáló kérdésre. De nem annyira azt szeretném most rögtön ezzel kimondani, hogy mit mondott nekik, hogy mivel, milyen szavakkal kérdezett vissza, hanem azt, hogy hogyan. Ugyanis hát nem akartam itt különös módon gesztikulálni, amikor odaértem, hogy ezek a bizonyos provokáló Herodes pártiak és farizeus hívő emberek azt mondják, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem, mert hogy így folytatódott, ahogy Márk legalábbis megörökítette ezt a dialógust, fizessünk, vagy ne fizessünk. És gondolom, hogy ezt nem úgy mondta valamelyik, hogy Jézus, fizessünk vagy ne fizessünk, hanem ilyen keményen. Mire Jézus, és most figyelj, mert azt hiszem tanulhatunk belőle minnyáján, nem csak te, aki most kíváncsi vagy rá, hogy mit hozok én ebből ki, hanem én magam is. Erre Jézus azt mondja, miért akartok törbecsalni? Törbe hozzatok ide egy dénát, hadd lássam. Aztán megkérdezi, kinek a képe és felirata ez. Vagyis erre, hogy fizessünk, vagy ne fizessünk. Azt mondja Jézus, és így mondja, hozzatok ide egy dénát. Kinek a képe és felirata ez. Az első és legfontosabb dolog még nem is ennek a szövegnek az értelmén kell, hogy megmutatkozzék számunkra, hanem a stílus. Hisz ma az a baj, hogy talán akkor is fölemeljük a hangunkat, amikor erre igazán nem lenne szükség. Akkor is türelmetlenül kérdezünk, vagy, hát ez a titkok titka, hogy türelmetlenül válaszolunk, ha egyáltalán valaki mer valamit kérdezni tőlünk, amikor nem kellene. Tehát akkor is türelmetlenek vagyunk, ha nem kellene. Az első ez, tanuljuk meg, ha van valami kérdésünk a másik felé, legyen az akár egy családon belüli riskózus. Először is tényleg, mielőtt én mondok ítéletet valakiről, kérdezzem meg, hogyan is történt, amiről most akarok beszélni veled? Kérdezz meg őt, aztán őrizd meg a türelmedet. Hallott, kedves férj, kedves feleség, mindketten halljátok? És akkor most figyeljük csak meg, miről is van szó. Azt mondja Jézus, hogy attól függ, hogy kell fizetni, vagy nem, hogy kinek a képe van a pénzen. Azon a Dénáron, vagy bármilyen más fizetőeszközön. Római birodalomban vagyunk képzeletben, az első századokban, talán augusztus császár idején még, amikor is a császár képe van a fizető pénzen a másik oldalán is arra utaló valamilyen szöveg általában, hogy nem akárki ez a császár, néha az is föl van sorolva, hogy hol nyert már csatákat, milyen területeket hódított meg, vagy legalábbis egy szinte istenként magasztaló szöveg van rávésve a fizetőeszközre. És ez az, ami megint csak figyelmet érdemel. Ki ez, aki kinyomatja a pénzt? a szolgája annak a népnek, és ezért igyekszik a nép életét ezzel harmonikusabbá, elfogadhatóvá tenni, hogy kiad pénzt, hogy aztán azzal tudjanak kereskedni, piacra menni, vásárolni, vagy éppenséggel eladni valamit. Ha igen, akkor nem kéne, hogy őket dicsérje az a pénz. Hála Istennek, mai magyar pénzünkre, ha gondolunk, ott van köztük akár Mátyás király, akár Pessége Bartók Béla, vagy bárki más, hála Istennek, olyan személyek, akiket nem kell istenként tisztelnünk. Tiszteljük, például teszem fel Deák Ferencet, mint a hazabölcsét, de nem többet. Ember. Ezért nem baj, ha ott van a kép a pénzen, Jusson eszébe mindenkinek, még az se volna baj, ha, ha tényleg azt is tudnánk, hogy még mi van egy-egy bankjegyünkön, és ismernénk azt a történelmi szituációt, amit megörökítenek ma a, az 500 forintos, az 1000-es, a 2000-es, az 5000-es, meg a 10.000-es, 10 meg a 20.000-es. 20 Igen, nézd végig, érdemes kis történelem órában kvázi levizsgáztatni magadat. Tudod, hogy mit ábrázol az? Mi is volt az? Hogy volt? Egy-egy esemény annak a személynek az életében. Tizián megörökíti ezt a pillanatot a híres itáliai festő, amikor tehát odanyújtja ez a farizeus azt a pénzérmét Jézus orra elé, és azt mondja, hogy na most akkor mondd meg, kell fizetni, vagy nem. És Jézus kedves gesztussal nyúl a pénzért, hogy megnézze, vagy rámutasson arra, hogy hát kinek a képe van ott. De az a jó, hogy ebben a képben már érzi az ember a kettő közötti nagy különbséget, hogyan provokál, és hogyan tudja megőrizni nyugalmát Jézus. De az is kiolvasható ebből a történetből, hogy nem csak a pénzen van lenyomat. Nem csak azt kell tudnunk, hogy éppenséggel Szent István király van rajta, vagy Deák Ferenc hanem azt is észre kell vennünk, hogy a világon is rajta van valakinek a képe. Ez pedig nem más, mint magának az Istennek a képe. Az emberen, a másik emberen, azon a talán vita partnereden, ahogy Jézus látta, biztos, hogy felfedezte, hogy testvérem, te is Isten gyermeke vagy. Én rajta is látok valamit, ami miatt ilyen kedvesen, látszavakkal. szavakkal, és segítőkészséggel, megőrizve türelmemet akarok veled beszélni. Ahogy egy házról látjuk azt, hogy élnek-e benne vagy sem. Füstöl a kémény vagy nem, összedőlt már a kerítés és senki nem mozog körülötte vagy sem, ki tudjuk következtetni, úgy ki tudunk következtetni sok mindenből valamit. Például tehát abból, hogy elmész egy családhoz, megnézhető, milyen a, a kert. Művelik-e egyáltalán? Van-e ott valami borsó, vagy paradicsom, vagy mint a nővérem a kertjében, málna? Mert akkor igen, akkor aki ott lakik, az egy gondoskodó valaki, aki önmagára, vagy esetleg családtagjaira gondol, amikor a kertjét rendben tartja. Ugyanígy egy város. Azt látom, hogy szépen rendezettek az utak, az utcák, nem akarom sorolni mi mindent, játszóteret, Dunapartot, Szászalombattán. És azt mondom, hát akkor ennek a városnak a vezetősége, vagy netán konkrétan a vezetője, egy ilyen és ilyen ember lehet dicsérni, vagy korholni azért, amit látok, abból kikövetkeztetve az igazságot. Országos viszonylatban, Európa viszonylatában is így van, szennyezett a levegő meg lehet a véleményünk azokról, akik szennyezik, és arról a kontinensről mindjárt ez is egy vélemény a sok között. De körülnézek a világban, és magam előtt látom a csodálatosabbnál csodálatosabb tájakat. A Grand canyon kezdve Alaszka szépségeig, vagy éppenséggel a Tisza kanyarulatát, ott, Tisza kürt körül, csodálatos árterek és, és növényzetek és virágok olykor, és a Duna fölött végbe menő fantasztikus látvány, amikor kivirágzik a, a Tisza, na az nem a Duna fölött, hanem a Tisza fölött persze, egy szóval sok minden rend, sok minden szépség. Hát amilyen a világunk, olyan a gazdája. A gazdája pedig nem más, mint az Isten. Nem tudod, hogy fizetni kell, vagy nem? Hát nézd meg, annyi mindent kapsz. Hát ebből már csak érdemes valamennyit visszafizetni, vagy legalább megköszönni. Ez legyen az utolsó gondolat, köszönjük meg azt, amit kapunk. Köszönjük meg Istennek, köszönjük meg egy városnak, egy vezetőnek, egy pedagógusnak, egy papnak, bárkinek, akitől kaphatunk valamit. De elsősorban köszönöm meg az édesanyádnak, hogy világra jöttél, köszönöm meg az édesapádnak, hogy örömmel fogadott mi téged is, x gyermekként. Köszönöm meg a testvérednek, akit segíteni tudtál, és aki segített rajtad, ha kellett. Hála, hála, hála. Még ma jó, mint a múltkor. Állítólag szimpatikus volt ez a határozott kérésem. Még ma. Még ma köszönj meg, amit látsz a világban, amit élvezel, és adjál belőle, amit csak lehet. Ne csak a tulajdonosnak, mert hát minden az övé, neki nem kell adni, neki csak megköszönni kell. Én meg most köszönöm ezt a 10-12 percet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!